Nos rácok, egy észrevétel. Van ez az X-faktor, vagy X-faktor nevezetű küldetés, aminek a végén egy kicsit vigyázni kell, óvatosnak kell lenni. Nem azért, mert olyan nehéz, hanem mert olyan bugos. Láttam a neten egy csomó információt, hogy szegény volt, aki 30-40-50-60 órát játszott ezt követően, és nem tudja befejezni, és játszhatja újra. Szerencsére nekem csak egy 3-4 órányi játékom ugrott. Hogy mivel a probléma? Mindjárt mutatom. Most direkt átugrom a tartalmi részét megint a küldetésnek, tehát bárki megnézhet, nem fogok spoilerezni. Amikor kész a quest, akkor az az utolsó néhány lépés, hogy Julie-val együtt hagyjuk el az épületet, és aztán a végén beszélni kell vele. Na most itt bugosodik be egy kicsit a quest. Most mindenki látja, hogy ott van a jobb oldalon, hogy épp az a stádium, épp az a küldetésnek a következő fázis, hogy hagyjuk el együtt az épületet. Na itt, hogyha az első választ adjuk, ez azért elég gagyi, hogy egy ilyen dolgon múlik a történet. Akkor nézzük meg, hogy mi fog történni. Esküszöm, hogy nem vágok. Láttam mindenki a jobb oldalt, jobb felső sarkot. Így a Judy elteleportált a fenébe. Tehát kiürült a lift, eltűnt a kis pötty, nincs is itt, és eltűnt a karakter, és átdobta a küldetést, az aktív küldetést nekünk a main story-ra, tehát a fő küldetés story-ra, és ott van továbbra is a side jobok között az X-faktor, tehát ez a korábbi küldetés. Ez még a kisebbik probléma lenne, ha rányomok, és akkor itt van az épület előtt egyébként a Judy, tehát kijött a ház elé, ha tudnék vele beszélni. Most nekem azt mondta, hogy job complete, tehát hogy megtörtént ez a dolog. Azért, mert átugrotta ezt a részt, tehát így bebágosodott, és itt most az történt volna, hogy vele együtt elhagyjuk az épületet. De most az, hogy vele együtt elhagyjuk az épületet, az lényegében megtörtént, de a küldetés ezáltal nem lett lezárva, csak az a fázisa. És most itt beszélgessünk vele. Tulajdonképpen, ha beszélgetünk vele, innen ez már nem fog meggyógyulni. Tehát én hiába beszélgetek vele, mindjárt ezt egy kicsit begyorsítom. Nem fogja befejezni sajnos a küldetést. Itt most ezt átugrottam, mert fölösleges végig lejátszani. Végigbeszéltem vele az összes ágát az elérhető kommunikációnak. A legvégén ugye ezzel a sárga felsővel tudunk kiszállni. Arra is rányomok, azt is végigbeszélem vele. És az égvilágon semmi nem történik. Azt mondja, hogy oké, persze, minden rendben, majd dumálunk, és szépen elsétál. És full beakad ez a quest. Tehát nem zárja le már ezt a questet, mert ugye részben úgy érzi, hogy már ezt lezárta, aztán újraindult, tehát bebágosodott az egész. Úgyhogy ezzel a módszerrel sajnos nem fogjuk tudni megcsinálni, a későbbiekben sem. Nem tudom, hogy ezt hogy fogják tudni pecselni, de véletlenül talán majd megoldják, tehát láthatom, beragadt ez a quest. Na nézzük, hogy mi a megoldás. Hiába szaladok utána, tehát ez így már felejtős. Későbbiekben bármikor, bárhol megtaláljuk, nem tudunk már erről vele beszélni. A megoldás az pedig ilyen teljesen döbbenet és teljesen egyszerű, csak az a baj, hogy aki ezt már lejátszotta a 40 óra játéka korábban, azon ez már édeskevés segítség. Ugyanúgy beszállunk a liftbe, ugyanúgy beszélgetünk vele, ugyanúgy végig toljuk ezt a történetet, viszont a másik kommunikáció részt választjuk, semmi misztik, benyomjuk ugyanazt, hogy a földszintre akarunk menni a lifttel, és mindjárt mutatom. Kicsit, amikor befejezi a beszélgetést, kicsit várnunk kell, tehát nem nyomunk azonnal a válaszra, érdemes megvárni, amíg biztosabbra megyünk, megvárjuk, amíg föláll, és elindul sétálni, tehát egy ülőhelyzetből én úgy vettem észre, hogy jobban kiteleportál. Amikor föláll és elindul, akkor válaszoljuk az első választ, és ebben az esetben nem tűnik el, nem teleportál el a fenébe, láthatóan a sarokban is ott van az ikonképen, illetve itt joggol előttünk, és a küldetés se dobja át a másik főküldetésre, hanem marad aktív ez a küldetés, és ott van, hogy hagyjuk el az épületet Judyval, és folyamatában van éppen ez a dolog, és amikor kilépünk, akkor csak ezt a részfázist fogja lezárni, nem zárja le a küldetést, nem nyitja újra a küldetést, az épület elé kiírunk, akkor ezt a fázist lezárja, akkor dobja vissza, hogy beszélgessünk vele, és akkor korrektan be lehet fejezni. Szóval nem olyan szinten bugos a quest, hogy megoldhatatlan, csak sajnos olyan szinten bugos, hogy ha nem veszi észre az ember, hogy itt és most kell vele beszélni, és éppen ő elteleportált és átdobta a questet, tehát sajnos tök nehéz észrevenni, nekem is véletlenül tűnt fel. Ha itt ezt nem oldja meg az ember, akkor később már nem fogja tudni. Tehát ez nem egy későbbi telefonbeszélgetés, nem egy későbbi személyes beszélgetés, hanem itt kell átbeszélni vele ezt a történetet, és akkor mindjárt mutatom, hogy így lezárható a quest. So, what now? Gotta think. We need more bodies, that's for sure. I'm gonna talk to the dolls.
Láthatóan teljesen ugyanazok a kommunikációs ágak közül választottunk, ami eredendően is elérhető volt, csak másik választ adtunk a liftben, és így ki tudtunk vele sétálni, és le van zárva a quest, és elsétál szépen a kedves kolléganő, és ilyenkor átdobja ugyan a fő questre, viszont itt van a lezárt küldetések között az X-faktor, szóval ez a megoldása ennek sajnos, és ez később nem tudom, hogy hogyan orvosolható, jelenleg szerintem sehogyan sem.